Na szervusztok, sziasztok, cső mindenkinek, én Gergő vagyok, és ez pedig itt a HNG csatorna. Mint látjátok, congratulation, enter, és most fogom megkapni a summit rewardomat. Na, azt találtam ki, hogy csinálunk egy olyacskacok, hogy belépek a summitba, és minden pályán egyszer fogok végigmenni, semmit nem csináltam meg, csak egyszer, és megnézem, hogy úgy hanyadik helyet tudok elérni. Kormánnyal nyilván, ez fontos. Nem fogom vágni a videót, illetve lehet, hogy itt az elején ki lesznek vágva, ha valami lesz, de hogy a versenyeket nem fogom vágni, és megnézzük, hogy mit tudok elérni. Nagyon fontos az, hogy nagyon sokan, sok embernél látom, hogy nem tudnak bekerülni a top 10 000-be. Elmagyarázom, hogy mi kell hozzá, szóval egy kicsit megpróbálok segíteni, valamint a hétvége felé, hogyha oda jutok időbe, mert most a következő két nap nálam is húzós, szeretnék csinálni egy olyat nektek, hogy hogyan lehet levágni, hogy vannak a levágások, ha vannak, de egyébként, ha valakit ez jobban érdekel, akkor a Twitch-en mindenképp kövessetek be, mert este például 8-kor ma ezt fogom streamelni, és megnézzük, hogy hogyan lehet javítani, milyen eredményeket lehet elérni. De most mindenképpen egyszer, csak egyszer végigmegyek, és megnézzük, hogy mi lesz az eredmény. Nyilván kellenek a nitrószettek, és megvan, hogy mihez szükséges. Tehát például mindig úgy kezdünk, hogy rámegyünk a versenyre, megnyomjuk ugye a négyzetet, ami most a kormányon nekem a négyzet, és megnézzük, vehicle low need, vagy mondjuk itt például Koenigsegg Agera R, nyilván valószínűleg azt nem fogom bevinni, hanem más fogok bevinni oda, akkor van itt mondjuk egy Dodge Challenger SRT Demon, akkor van itt egy Audi TT RS Roadster, mondjuk azzal mentek a legtöbben, de van itt Lamborghini Huracán, van egy csomóféle autó, erre majd valószínűleg fogok egy prosettinget csinálni, és akkor meglátjuk azzal, hogy mit tudok kihozni belőle. Ford GT, itt is választható, Ford GT-vel kell menni, ahogy én nézem. Arra sincsen prosettingem, majd live-ba fogok csinálni, tehát ha nincsen, akkor most prosetting nélkül megyek végig. Porsche Cayman GT4, itt is megvan, hogy mivel lehet menni, és akkor van 3 darab feat-ünk, tulajdonképpen ennyi a sztori. Szóval a mikrofont én fel is rakom ide, hogy lássak, szépen hátradőlök, akkor azzal kezdünk, hogy vehicle loaneddel megyünk egyet, nem tudom melyik pálya, nem tudom, hogy mi van, nem tudom, hogy hol vannak a levágások, semmit nem tudok, nincs restart, ha kicsúszok, egy lehetőségem van, és egyszer mehetek végig mindenen, és megnézzük, hogy hanyadik leszek. Ha a top 3000-be, 2000-be, 4000-be sikerül bekerülni, akkor valószínűleg mindenféle további gond nélkül jövő héten kiselesnék már a platból, úgyhogy meglátjuk, tényleg nem tudom, nézzük meg, hogy mi jön ki. Ezen az autón nem lehet állítani, nem tudunk semmit csinálni, ez egy stock autó, nincs semmilyen prosetting, semmilyen customize, ez csak így lehet, úgyhogy menjünk és nézzük meg. Remélem ebből a mikrofon szögből is lehet hallani, nyilván egy kicsit rosszabb lesz a hangminőség, meglátjuk. Annyi van, skacok, hogy lehet, hogy nem lesz jó a fékem, ezt live-ba tudjátok, sokszor előfordul, igen, a pedálom nem működik, azért is mondom, hogy tényleg olyan mondtam, hogy nem lesz restart, mostanában mindig ez van a crew-val, hogy egyszer kell egy kormány újraindítás, és akkor utána jó lesz, szóval az lesz, hogy nyomok egy gázt, féket, ha indul, akkor nyomunk egy restartot, tehát ennyi restartom legyen, mert ezt mostanában mindig csinálja, nem tudom, hogy miért. Jó, gáz van, és a fék valamiért. Igen, ez, amit már mondtam többször, ez minden live-ba eljátsza valamiért, ne kérdezzétek, hogy miért, nagyon jó kérdés, nem tudom. Most már van fék, jó, és akkor mostantól mehet a retri, és akkor innentől nincs restart, meg nincs retri, meg nincsen semmi. Na nézzük, mit lehet ebből kihozni. Egy pillanatra engedd meg, hogy megszakítsam ezt a remek tartalmat pár infóval, amelyről úgy gondolom nem árt, ha te is hallasz. Először is mindenkit szeretettel várunk a Discord szerverünkön, amelyhez meghívót a videó alatt találsz. Miért is jó Discordon tagnak lenni? Ez egyszerű, mert minden nagyobb autós címhez van külön szoba, és így sokkal könnyebben és gyorsabban eléritek egymást, mint bármely más platformon. Ezen felül pedig az SLA webshopjában elérhető lett az első, de nem utolsó Hungate merch, amelynek mintáját szerintem nem kell bemutatnom senkinek. Plusz, ha szeretitek az autókat, mindenkinek javaslom, hogy nézzetek szét ezen a webshopon, mert remek cuccokat találhattok itt, amelyek folyamatosan bővülnek. És még egy kis extra, ha az SLA webshopjában vásároltok, és a Hungate 10 kuponkódot használjátok, kedvezményekben részesülhettek. Ezekről további információkat találtok a videó leírásában. Na és még így a végére a csatorna támogatóinak jelezném, hogy frissítve lettek a csatorna tagságok, amelyeket a csatlakozás fül alatt találtok a videó alatt. Köszönöm mindenkinek a támogatást, na de irány vissza a videóra. De fekete az ablaka. Hát itt nincsen nitrószett, nincsen semmi, amit tudok, hogy csúszik az autó, mint az állat. Az egy egyértelmű dolog. Jó, tehát a kéménynél kéne jobbra, tehát jobbra-balra elmenni.
Hát tudok, ezt mondtam, hogy azért meg kell tanulni ezeket a pályákat, hogyha elsőre végig tudok menni úgy, hogy külső nézetben azért sokat dobna szerintem rajta. Hogyha elsőre végig tudok úgy menni, hogy jó legyen, akkor szerintem bárhogyan végig lehet menni. Jó, átmegyünk a épület alatt, következőnél pedig itt a végén nyomunk egy ballost, és későn vettem észre. Mondom, többször végigmentek, akkor ennél biztos egy jobb időt fogtok skacok menni. Tehát, hogy ennél kizárt dolognak tartom, hogy ne menjetek jobb időt, ami annál, amit most megyek. Ezt meg kell tudja csinálni mindenki. Jó, fék időbe, jobbra megyünk. Annyiból volt jó, hogy itt azért még összeszedtem a kocsit, de nem volt szép a kanyar egyáltalán. Oké. Okay. Egyenesen végig és követjük az útvonalat. Itt lesz majd a benzinkútnál egy jobbosunk. Az a rossz ebben a nézetben egyébként, hogy nagyon későn veszem ér. Tehát hátsó nézetben sokkal jobban látni ezeket a... amit ugye látni kéne. Itt mindenképpen látjuk, hogy hol kell ugye fordulni balra. Megvan. És egyenesen végig megyünk, és itt jön a ballos. Mindjárt vége a pályának egyébként, ha jól emlékszem. De már sokkal több nem lesz. Egyenesen végig, meg is volt. Nem tudom, hogy most például mit tipált ki. Jó, lesz itt egy nagyon nagyobb kanyar. Fék, és... Egyébként ez a kocsi annyira nem csúszik. Ennek a gyárja úgy tudom, hogy jobban csúszott. Kereszteződésbe átmegyünk. De erre... Meg is van. De későn jött be. Na ez baj. Mire bejött a kép addigra már konkrétan nem tudtam, hogy mi van. Húha! Ez viszont nem jó. Ezzel nem tudom, tudunk-e javítani. Mert ebben legalább egy 10 másodperc ott maradt. Főleg a vége. 88.000 pont. Hát, így viszont szorul a hurok. Jó. Mondtam, hogy csak egyszer csinálom meg. Úgyhogy majd live-ba lesz ez javítva. Königszeg Agera R, azt már látjuk, mindenki Königszeg Agerával ment. Én két lehetőséget mondok nektek, hogy hypercar és választható. Tehát az egyik autó, amit mindenképpen javaslok, az ez a Bugatti Santo Diesi, és azzal a prosettinggel, amit itt láttok. Tehát ez itt fönt úgy indulunk, hogy 0-0-42-58, 0-0-64-36, 0-0-0, -10, +11, +13, +13, +17, próbáljátok ki, eszméletlen durván tapad, 3 és 10, -25, -25. Valamint még egy autó van, amit javaslok mindenkinek, hogy használjátok, mert nagyon-nagyon jó az új prosettingemmel, eszméletlen jól lehet velem menni, már is mutatom nektek, mondtam, hogy ebben a videóban nem lesz vágás, szóval ki kell keressem. Oké, prosetting, ez a Merci Vision EQ Silverado, ez mindenkinek megvan, aki az elektromos autós playlistet megcsinálta, 46, 54, 0, 0, 56, 44, és lefelé pedig -12, -8, +8, +12, +10, +14, 2, 10 és -15, -20. Most a kettő közül a Bugattit szeretitek jobban, szerintem, hogy azzal lehet talán jobban menni, úgyhogy én emiatt a Mercit fogom bevinni, live-ba ki fogom próbálni mind a kettőt, de mi most bevegyünk a Mercivel, és megnézzük, hogy a Mercivel, ami a nehezebb, tehát azzal mindenképpen nehezebb lesz menni, legalábbis sokan ezt gondolják, megnézzük, hogy ez a Merc így hogy viselkedik, hogy ezzel fog menni, mondjuk nekem van benne majdnem 6000 kilométer, amit megtettem vele, úgyhogy meglátjuk. Egy nekifutás, egy kör, nem ismerem a pályát, legalábbis szerintem ezek az új pályák közül vannak, szóval annyira nem ismerem őket, de meglátjuk, hogy mit lehet belőle kihozni. Bugattival biztos, hogy könnyebb lett volna a videó szempontjából nekem, de most ez van. Jó, tehát. Remélem valami nagyon hosszú pálya lesz. Az a fontos, hogy itt át kell menni. Ilyenkor egyébként egy dologra érdemes figyelni, hogy egy kicsit megcsúszik, hogy a féktávokat azokat venni kell, tehát ott
kísérletezésre egy nekifutásnál nem nagyon ajánlott, vagy nem nagyon javasolnám, hogy kísérletezzünk vele. Nyilván ti ugye nem egyszer fogtok benne menni. Jó. Nézzük. Talán itt még be tud menni, igen. Easy. Innentől nyitró, ahogy lehet. Tempó az van. Nitro set az mindenképpen legyen fönn a kocsin. Az mindenképpen kell. Mondom, ezt a prosettinget tegyétek rá erre az autóra, gyerekek, mert nem fogjátok megbánni. Nagyon durván megy tőle. Gyorsulása is fent, nagyon-nagyon erős. Igen, kicsit több fék kellett volna, de talán nem ezen fogunk elcsúszni. Jó, nagy fék, nagy fék. Mehet. Padlógáz. És végig, 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 végig. Jó. Nagy fék. Jó prosetting, sose rossz, tanuljátok meg. Jó, nagy fék, nagyon szép. Bemegyünk. Lehet, hogy van ezen a pályán ilyen levágás, ilyen lesarkosítások, de egyelőre én nem látok. Legalábbis akárhogy nézem, szerintem itt hirtelen nincs. Ilyenek vannak, tehát ezeket lehet venni, mert látszódik, hogy kéri a kanyar, hogy ott a sarkot azt csapd le. Mondom, hogy az egyszeri nekifutásnál nagyon nem merek kockáztatni. Ez a gyorsulás az, ami ellenetlenült a Mercedesnél. Jó, nagy fék, lehet, hogy most nem fogunk megállni, kis füvet veszünk vele belül. Kicsit fogja meg az autót, az ilyenkor tud segíteni, amikor necces a szituáció. Itt befordul, nem kellett végezni padlógázzal. Kis be fog menni szépen, és a végén is nitro, végig, és irány a finish. Jó. Talán kicsit mentettünk az előzőn, talán, ami mindjárt kiderül. Nézzük a pontszámot. Szóval lehet, hogy nem lesz jó, mert van valami trükk. 124 ezer, egy nekifutásra, világszinten 230-adik, nem, jól mondom, nem, de a 108 PC, és 230 világszinten, és a top playerek, mondom, 2 perc körül mentek, 2.13. Jó, hát ezen még bőven lehet javítani, de azt mondom, hogy első nekifutásra. Ez azért mentett az előző versenyen, de ott nagyon rossz lett a pontszámunk. Jó. Jó, Street Tier 2 Dodge Challenger SRT Demon. Na most, hogy ebből az autóból mit lehet kihozni, őszinte leszek, fingom nincs. Azt tudom, hogy a Nitro Setet rá kell dobni azonnal. SRT Demon Interceptor Unit Awaken Edition. Nem tudom, melyiket érdemes használni. De ahogy én elnéztem, még egyszer visszamegyünk. Szerintem a simát SRT Demon, igen. De van, akinek itt az Interception, övéke mind a három, egyébként mind a három itt van a top 4-be világszinten, szóval igazából ez egy olyan kérdés, hogy be kell őket prosettingelni nekem is, hogy melyiket tudom, úgyhogy én a simát fogom bevinni, azzal megyünk, aztán meglátjuk, hogy mit dob a képezett Nitro Set. Ezen lenne a Nitro Set-tel, mondjuk meglepődnék, persze, hogy nem. Jó. Valamin van nekem itt egy nitro szettem, gyorsan meg... Nem, ez a motoron lesz. Elnézéseteket kérem, motoron lesz, mert motorral voltunk. Nem, azon sincs. Akkor nagyon jó kérdés, hogy hol van a nitro szettem. Akkor lehet, hogy tényleg a Mitsubishi. Azon sincs. Gyerekek, eltűnt a nitro szettünk. De időközben megtaláltam, úgyhogy megvan. Oké. Okay. Akkor select. Prosettingünk szerintem nincs a kocsin. Mindjárt megnézzük. De van. Van egy ilyen minusz 8, plusz 7, minusz 4, plusz 17, minusz 4, plusz 18, 9, 10, minusz 25, minusz 25. Felső része pedig ez a 49, 51, és más nincs. Nem én csináltam, szóval ez egy netről keresett prosetting. Meglátjuk, hogy lehet vele menni. Neccesnek érzem, hogy itt világrekordokra törjünk, de hát meglátjuk, hogy mit lehet ebből kihozni. Na. Jó, gyerünk. Megint fotókeresős, ezek a kedvenceim. Itt olyanokat lehet nézni, jobbra-balra benyalni, hogy kegyetlen. Nagyon szép. Hát, ez, úgy látszik, hogy el vagyok átkozva ezzel a versenyen. Tábla bal oldalt figyeljük, fotó ott van.
mehetünk is jobbra. Nagyon jó ez a processing, de már most a kedvencem. Olyan csúszott az autó orra befelé a kanyarban, megemelte a seggét, hogy már egyből érzem, hogy nem jó. Ó, oda dobja a seggét, de jó isten. Nem jó, de a processing egy rakásszal nem ásoljátok le. Ó, nem lehet vele menni. Jó, bal, az egyértelmű. Oké. Okay. Ilyenkor az a jó egyébként, hogyha ilyen rossz a kocsi, vagy hogy ennyire nehéz vele menni, akkor mások is, nem, mások sem mennek vele jó lesz, ha megfigyeltem. Hogy azért még lehetőségünk van arra, hogy jót menjünk. Jó, van egy ilyen, hát én most a barlang? Ja, úgyhogy az nem is lesz gond, de megyünk a barlangba. Kisodródok szépen a falára, mert hát nem fordul. Nem jó, a live-ba csinálunk ezzel valami gyerekeknek DC-re, be is lesz küldve. Nem lehet ezzel a kocsival menni, de nagyon rossz. Csodródik, csúszik, rángatja a seggét. Kell rá egy jó processing, és akkor jó lesz. Majd balra kell elfordulni, ha jól látom. Nem tudom, hogy mikor, mert hirtelen fog jönni. Nagyon jó. Így is van. Őszinte leszek, láttam, hogy ott balra kell menni. Azért nem is rántottam annyira jobbra vissza a kormányt, de raktam egyenesbe, mert csejtető volt, hogyha van egy lehetőségem, akkor az ez lesz, hogy megúszszam a problémát. Kicsit jobban megúszszam, így sikerült. Lehet csúsztatni ezt az autót itt egyébként, de hát igen, nem javasolt, mert nem annyira, inkább a bármilyen kicsit lassabban, érdemesebb vele közlekedni. Vele egy nagyobb kanyar, amit nem látok itt a sötétbe hoztak, akkor mosolygunk, mikor felkenődök valamire. Jó. Nagyon szép. Nem annyira, de itt egyébként te lehet ugratni. Csak mondom, egyenesen fölösleges ezeket a kanyarokat, meg egyenesen át kell repülni, és akkor itt nem vagytok. Ugye azt tudni kell, és akkor nincs vele baj. Oszlopnál, vagy de is rádió antenna, a toronynál jobbra el is megyünk. Jó. Időkatasztrófa lesz. Eddig még olyan egetrengető hiba nem volt, de... Meglássuk. Van a kamion, mindjárt ott a kamion. Ott a kamion. Jó, beadta. Én már itt kínomba csúszkálok be vele, hogy valamerre menjek el. Jó, hát itt el kell menni balra. Kérdés nincs. Hol van már a pálya vége? Légy szíves, nem fordul, egyáltalán nem fordul. Iszonyatosan rossz az autó, nagyon-nagyon-nagyon rossz. Lehet itt jobbra kell menni, táblát nem találjuk el, mert az neki nem segítség. Úristen, de láttátok, hogy a Mercivel hogy mentem, na hát ez a különbség a két autó között. Jó, de mondtam, egy próba, nincs álligatás, az van, ami van. Ha van processing, van. Az enyém, enyém, ha nem enyém, nem enyém. Én csak végig megyek egyszer most ez elég gyorsan. Jó. Oké. Épp, hogy be tudtam csúsztatni a hátsó felét. Tábla is, nem tudom, mindjárt jön. Az balra. Óvatosan, mert itt valami szakadék van. Ja, valami hídon megyünk át. Jó, és itt van a pálya vége. Hát szerintem, ha 80-90 ezer pont között végzünk, akkor lehet, hogy sokat mondok. Nem jó. Nem, nagyon nem jó ez az autó. Az biztos. Ezt innen meg sikerült megállapítani. 112 ezer pont világszinten, 1982 platformon pedig 604. Hát ez nem valami sok, de legalább kevés. Jó, mehetünk tovább. Ezért mondom, gyerekek, én nem akarok senkit, de gyerekskacok, tényleg segítünk mindenkinek, gyertek be Discordra, ahova tudtok mindent. Szerintem ezeket az eredményeket le tudjátok hozni, amit most megyek, mert ez, talán a második pálya az tényleg az erős lett. Azt én is elismerem, ott azért azzal a kocsival tudok menni. De ezen és ezen mindenkinek tudnia kell javítani, amit most én mentem. Jó, Steel Tier 2. Na nézzük, mit dobott a gép nekünk. Ezzel biztos, hogy nem megyek be, ezek az autók vannak, tulajdonképpen bármilyen Street Tier 2-es autóval bemehetünk, ahogy én elnézem. Nos, engem kérdeztek, viszont van egy olyan problémám, hogy van egy autó, a Honda NSX, amivel viszont én bemennék, hogy valahol el van rejtve itt a tömegbe, de nekem az a bajom, hogy van rajta szerintem egy processing, és én azt úgy állígattam, hogy nem vagyok benne biztos, hogy jó lett. Beviszem, de hogyha az gatya, akkor az gatya. Vagy esetleg ezt a BMW M5 CS Rival Edition tudnám javasolni mindenkinek,
Egyébként ez nem rossz, de most ebben ne hallgassatok rám, mert jó egyébként a... Mutatom a jó autókat, Street Tier 2, jó, haladjunk végig rajta, amire én azt mondom, hogy jó. Valamelyik rossz settinggel jó, valamelyik nem. Szerintem az Audi RS6 Avant amúgy nem rossz. Ez a Lamborghini Huracán sem rossz. Ez is nagyon jó ez az autó, én ezt imádom. Akkor ez a Haru Edition-t is láttam ott előtt, talán ezt annyira nem, de meg nem rossz. Mi van még? A Skyline GTR Black Panther Edition nem rossz. Akkor ez az M5 CS Rival Edition, ez nagyon jó kocsi. Tudni kell időben fékezni, de jó autó. Talán ez a Giulia GTM Rival Edition is egyébként vezethető, most nem meta nyilván. 911 GT3 RS se volt annyira katasztrófa, amikor tesztelgettük. Jól lehet vele menni. De mondjuk az utóbbi kettőt, amit mondtam, azt lehet, hogy nem erőltetném amúgy. Mi van még? Van még, amire azt mondom, hogy jó. Hát a Honda NSX-ből a sima az nagyon jó. Az egyértelműen. Akkor azok az új NSX is egyébként szerintem nagyon jó, amit valahogy úgy látom, hogy nem tudok megtalálni, mert elpárolgott az a Verda. Ez nincs itt, vagy annyira elő van, hogy háromszor átmentem fölötte. Hol a Honda NSX? Filter, brand, Honda. Honda. Akkor itt. Most van valami kritériuma ennek a játékmódnak, ami miatt, hogy az LBVK-nál van. A brand, van-e, hogy LBVK, nem, az Hondának kell lenni. Valamit benéztem, fogadjuk. Mit ír valamit, hogy mi a modern Street Tier 2? Akkor mondjuk kövezzetek meg, nem tudom, hogy mi a modern mondjuk a S2000-be, abban meg nem, mondjuk ez 2013-as, 9-es, 2010-es, mondjuk lehet, hogy ez 2010-es kiadás, de tök úgy néz ki, mint a 2003-as, de semmi baj, hát akkor ezekből kell választunk, akkor viszont én azt mondom nektek, hogy bemegyek a Dodge Viperrel, mert azt tudom, hogy ez jól megy, ez egy jó autó, én szeretem ezt a kocsit, de innen még akkor azt mondom nektek, hogy javaslom a Huracant, az jó lehet. Egyébként meg hát az RS6 van, meg ilyeneket. Tehát ott van ezért egy pár autó, én ezt fogom bevinni, mert ezt tudom, hogy nagyon vezethető. Emiatt is ezzel megyek. Most hogy mentenem kell a helyzeten, ahogy én érzem. Meglátjuk. Mondom, az időeredmény nem a top 10.000, hanem az, hogy egyszer végigmegyek és ne tudjak kiesni a top 10. Jaj, ne! Ez hogy volt? Jó. Jó, ez megvan. Erre nem számítottam. Bármire számítottam volna, de erre nem. Akkor vezethető autó vagy gyors autó kell ide. Kis több nitró. Így. Atya. Egy kicsit bepánikoltam, hogy nem tudom összeszedni mind a három nitrót, és akkor viszont nagy lesz a baj. Vannak itt azért meglepetések. Leaderboard, nézzük mi a tényállás. 613, 2083. Jó, oké. Rezgett a léc, oké. Már mondjuk most meg vagyok a top 10.000-be, de mondjuk ez mindegy, az érdekes. Color Me Blood, na nézzük, Ford GT, hát mondjuk itt szerintem nagy kaland nem lesz. Kettő van, akkor visszük ezt, adjunk neki egy Nitro Septet. Na nézzük, mit lehet ebből kihozni. Hát, azt hiszem ez csúszik. Talán, ha jól emlékszem, ez csúszik. Processinget kap tőlem ez is ma este, úgyhogy így ezeket le fogom processingelgetni. Jó, nézzük. Bátor megmozdulások, egy olyan autó, valami nem tudom még a kanyarban, hogy fog viselkedni.
Jó, de azért nem mondom, egyelőre nem annyira csúszós, de billegteti az orrát nagyon. Nagyon billegteti az orrát. Én bátorkodom. Nagy fék. Tüvet kéne belül fogni, de nem fogtam. Ah, mondtam, hogy csúszik. Jó. Semmi baj, vissza kell hozni. Előfordulnak ilyen hibák. Direkt mentem rám fűre, hogy kicsit fogja meg. Jó, itt is. Szerzünk egy kis füvet. És mehet a padlógáz. Szépen. Nagyon jó. Megfogjuk. És... nagy fék. Annyira lehet, kihozzuk. Itt biztos, hogy egyébként lesznek levágások szerintem. Ahogy nézem, ilyen sarkok biztos, hogy vannak. Komolyabb levágást azt nem tudom. De biztos, hogy van benne. Ha innentől mehet a padlógáz. Ha van levágás és eszembe jut, nem utólag, mint azon a pályán, ahol egyiken mondtam ott azt a nagyon nagy levágást, akkor majd mutatom nektek. Újratöltések a kanyarokban lehetnek, mondom, live-ban ezeket megnézzük. Tehát itt is egyébként, ez is szerintem beleférhet újratöltésnek, mert azért azt hiszem több idő így kijönni vele. Itt nem töltenék újra, nem nagyon látom értelmét. Itt egyébként szerintem simán lehet így menni, nem kell ott bóckodni a kanyarba, annak nincs értelme. Jó, mehet a kanyar, és itt egy nagyobb nitró. Jó hosszú a pálya, ez már egyértelmű. És akkor innen mehet a fék. Belül minél beljebb füvön megyünk, mert akkor visszafogja az autót. Jó, végig. Itt belengedtem a gázba, fék nem volt. Jó. Itt is csak gázelengedés volt, fékezni nem kellett. És hát a poén az, hogy itt se kellett amúgy, de szerintem pont jól ki fogja adni. Nem, ez nem volt a legszebb. De jó, jól jöttünk ki végül belőle. Jó. Az ilyeneknél lehet, hogy itt ez egyetlen újratöltés. Legalábbis szerintem újratöltés. Talán még ez is újratöltés, de lecsúsztatom inkább, most jó lesz az. Ez meg egyértelmű újratöltés. Újratöltés valakit érdekel, hogyan működik. Rém, egyszerű. Mész, nyomsz egy ilyet. Szépen, kicsit lehet később. Háromször újratöltés. Tehát az a lényeg, hogy amikor belemész a checkpointba, másfél másodperccel töltesz újra előtte. Tehát annyit van, másfél másodperc múlva fog reagálni a játék a gomb megnyomása után. Tehát nagyjából úgy kell eltalálni. Ha kicsit félsz, akkor inkább később, nem baj, ha falnak mész, de hogy ha megnyomod és pedig egy másodpercen belül belemész a checkpointba, akkor már elfogadja. Jó, mert a nitro, végig. Mindentől meg szerintem nem kell, hagyd töltődjön vissza. Nitro management az nagyon fontos. Fékre nézzétek, mennyit tölt a fékezésre a nitro. Fékezni nagyon fontos. Tehát a fékezésre nagyon-nagyon sok nitrót tudok beszerezni. Innen én többet nem nyomnék, mert kanyargós rész jön. Azért látjuk, hogy narancssárga, de azért belemegy egy gázelengedésre. Itt lehet egy kicsit nitrózni, látszódik, hogy egyenes. Itt fék belemegy, nem kellett fékezni, de beleemeltem egy kicsit. Innentől pedig amúgy mehet nyélen kb. Amúgy. Szerintem végig mehet padlógázzal. Jó, meg is van. Nézzük a pontszámot. Ezt a pályát csak vágtam egyébként, hogy őszinte legyek. Nem annyira ismerős. 145 ezer pont. Azt jelenti, hogy 381. És így világszinten 158 PC-n. Az nem rossz. Mennyire vagyunk a pályacsúcstól? Azért az mondjuk sok. Hát igen. Jó, hát itt jön ki egyébként, itt már sok helyen kell ugye a szélárnyék, és ahhoz, hogy egy ilyen pályán tudjál szélárnyékban menni, ahhoz nagyon-nagyon-nagyon profi sofőr kell melléd. Na, viszont prosettinget nézzünk már rá, hogy van-e rajta valami. Nincs, egy Stock Ford GT volt, ezen sem volt állítva semmi, de ezen fogunk, hogy ne csúszkáljon ennyire. Porsche Cayman GT 4,
Na mit dob nekünk itt a játék? Kettő autó van, Vospedition és a sima. Hát a simát láttam egyébként használatba, szóval bevisszük a simát. Nyomunk egy olyat, hogy Cayman GT4. Van-e rajta a pro settingünk? Semmi stock az autó, remek. Na nézzük ezzel mit lehet menni. Kíváncsi leszek. Erről beszéltem, skacok. Egy nekifutás mindennek, és benne kell legyetek a top 10.000-ből. Ha bárki nem tud bekerülni, gyertek DC-re, várunk, hogy segítünk. Tehát nem gondolom azt, hogy bárkinek is. Ha valaki nem akar kikerülni a 10.000-ből, akkor gyertek, tényleg segítünk. Nem nehéz. Jó, simán megyünk egyébként. Ez nem lesz egy nagy kaland. Nézem a levágásokat, itt nincs levágás. Következő kanyar lesz érdekes, ott mindenképpen érdemes figyelni, hogy fogja beadni. Szerintem talán, ha jól emlékszem, de lehet, hogy itt mi? De szarul áll meg ez az autó. Itt lehet, hogy át lehet repülni valahogy itt a susnyásba, de ebben nem vagyok biztos. Mert ha nem lett volna benne fény. Az komoly. Belül megfogom a füvet vele. Az a kocsi nem jó. Hát ez van, nincs mit tenni, ezzel kell menni. Kicsit azért raktam oda az orrát, hogy valamennyire fogja már vissza, mert... Ha nem jó autó egyébként nálam azt jelenti, hogy kormánnyal, érzésre nem tudok vele szépen fordulni, csúszik, nem megy jól. Lehet, hogy billentyűzettel egyébként tök jól tud működni. Mondom, ez csak egy nézőpont az én részemről, amit én... Van olyan autó, amit érzek, valamit nem érzek. Például itt azért így... Most már azért megszokom, akkor lehet vele azért csúszni szépen, bár csúsztok, akkor nem haladtok, ugye? Jó. Alagút, hát ez fixen. Mondjuk ezt még beveszi, de mondjuk nem rossz. Nitrót azt nagyon elrontottam, tehát a nitrónak amúgy itt lennie kéne, de ugye elnyomkodtam. De csúsztatjuk, mert a fölöslegesnek találnám a fékezést. Nagy tempós kanyar, itt is a füvön megyünk egy kicsit, de ugye nem tudom, hogy nagyobb tempónál bevette volna, de lehet, hogy nem kockáztatnék. Hát mondjuk megáll, de megcsúszik. Emeli a seggét, ami mondjuk érdekes ennél az autónál, mert ha nem akarok hülyeséget mondani, talán ebben hátul van a motor. Már nem 911-es, de szerintem hátul van a motorja, nem kéne ennyire emelkednie orra, úgyhogy a fékerő elosztás, a féket mindenképpen változtatni kell rajta. Hát nem jó. Borzasztóan nem jó ez az autó. Jó. 76%, 77-78 haladunk szépen a cél felé. És ide kéne nekünk nagyon sok nitró, de nincsen, mert teljesen el lett nyomva. Oké, itt nem kell fék. Itt nem kell fék. Hiába pirossal mutatja, nem kell fék. Itt kell fék. És itt amúgy le is lehetne vágni. Sőt, nem levágni, egyenesen bele fölkenődni a falra és újra tölt. Ez egyértelmű újratöltés. Ott, ha figyelünk, hogy egyébként így lehet, hogy ez is újratöltés lenne, hogyha egyenesen belecsapódtok. Szerintem mindenki. Én ezt is újratöltéssel fogom próbálni. És akkor jön a cél. Nézzük. Csúsztatjuk ide. Lesz ebből is egy fal, mert olyan, nem tudod, a jégen mennék vele. Tehát valahogy tehát indulásnál nem kapar el. Fékezésnél kezd megbolondulni. Jó, király, 3 perc 4. Hát ez nem volt egy szép eredmény. Szerintem vagy 10 falnak mentem minim. Így lettünk 4.49, 1332. Jó, hát a semminél több. Jó, úgy állunk, hogy most vagyunk 4830-ak. Szlalom. Talom nagyon egyszerű, Forma 1-es autót javaslok hozzá, és nekem az van, akkor is Forma 1-en megyek, amúgy a földúton megyek, bár akkor nem az a legjobb választás. Valami egyszerű, nekem van egy Forma 1-es autóm erre specifikusan, aminek a... Nem, bocsánat, igen, az a lényeg, hogy kell rá ez a céltábla, meg amire szükségetek van még, az... Megtalálom azt a gombot kormányon. Nem. Kaliber, az kiletből 10-esnek, meg ez a scorebreaker. Ez megvan, akkor igazából fogjátok, bementek, egy nekifutással, most ne ütközzek autóba. Azért itt azért netes az egy. És nullázom magam? Ajaj! Hát én mondtam, hogy csak egyszer megyek, itt akkor ez cumi.
15.000 pont. 15.599, 156.000 pont. Nincs miről beszélgetni, skaca. Max pont szám majdnem. Tehát, hogy hiába nem ütközök, meg fogom kifogolni, hogy nem ütközök, akkor is megvan. Tök mindegy. Még egy ütközéssel is easy. Bullseye. Na itt viszont lehet, hogy repülni kell. Hogy erre mondjuk, akkor lehet, hogy itt billentyűzettel fogjuk csinálni, mert erre mondjuk nem vagyok felkészülve. Ez mindenképpen lehet, hogy szívás. A kettes a repülő? Igen, a kettes lesz a repülő. Hát akkor próbáljuk úgy csinálni, hogy jó legyen. Ez nem próbálta, ez most okozhat meglepetéseket, és akkor repülőt is meg kéne nézzük. Repülősen is érdemes lenne, hogyha olyan szettünk lenne, ami ugye lootgyűjtős, vagy valami bónuszos szett. Nagyon fontos lenne, hol vannak a repülők, itt vannak alul a repülők. Ez van beállítva, és ezen is van loot, nem lootgyűjtős, hanem bocsánat, hanem a skilledes szett. Ez megvan. Ez van berakva a kedvencnek, szóval azt fogja beadni először. Jó, hát akkor bullseye. Akkor imádjuk, imádjuk ezt a pályát, szeretni kell. Nem jó, kormány elmozdult, most jó. Mi a franc? De hova még el is nyomom a kamerát. Azaz belső nézetbe. Ebből hogy jövök ki, jó eskacok? Ebből nem fogok. Hogy a francba fogunk ebb? Na ez necces. Az még hajó. Még jobb. Ne, állj meg, bele kell mennünk a nagy pont. Hajó lesz, ahogy ne lenne hajó. Akkor az a hármas gomb. Hajó a vége, gyerekek. Hátra húzunk szépen. Hát parádé lesz ez az eredmény. El fogjuk írni és megnézzük a következő számít előtt, hogy belefértünk-e. Robinak 13.000 pontja van. Ott a finish. Ne csináld! Hűha! 157.000 pont. Leaderboard. Nézzük meg gyerekeket. Na hát szép. Tudni kell. 563. 2026. Skacok, ezt is kimondom, aki ennél nem megy jobbat szettel, törölje le a játékot. Tudjátok, hogy miért mondtam? Amit most műveltem itt, az nem volt vezetés. Tehát, hogy ez hogy vagy jöjjön be, és meg végigmegyek vele addig, ameddig nem tudja ezt megcsinálni. Ez ilyen nincs. És nem a pontszám, mert a pontszám az a set. Tehát a set nélkül nem tudtok ilyet menni. De mondom, ez nem volt. Ez nem lehet minősíteni az eredményt. Jó, na itt van ugye az utolsó. Na ez mondjuk még érdekes lesz. Itt nagyon-nagyon tudok hibázni amúgy. Itt egy lehetőségem lesz, és nagyon el tudom cseszni. Itt azt tudjuk csinálni, és az se biztos, hogy jó helyről indulok, sőt, biztos, hogy nem indulok jó helyről. De most nem akarok ugratni, mert mondtam, hogy csak egyszer mehetek neki. A legjobb, amit tehettek az, legjobb, bementek az optionsbe, de ez viszont első nekifutásra necces. Szóval nem is az optionson belül a kontrollba, és itt átállítjátok a kontrollnál, és nekem mire van állítva a kontroll? Nem, hogy már wheel módon maradjak, azt állígattam, jó, nem. A gearboxot szekvenciálisat. Nagyon fontos, hogy ti váltsatok, én most nem fogok, de ha ti váltatok, és hamarabb felkeltek a ötödikbe, és úgy nitróztok el, akkor nem lesz baj. Úgyhogy, szumi lesz. Na jó, menjünk. Itt már lehetne fölpakolgatni. Hát, ez nem egy nagy eredmény. Sőt, még amúgy... Ja, mondom, hogy ezt hogy kell megcsinálni. 501. Ezt úgy kell megcsinálni, hogy innen jöttök, én repülővel jöttem, tehát, hogy tulajdonképpen effektív a következő. Van a hátam mögül, indulsz, a repülővel jössz, átdobod magad autóra, leesik az autó, és nitró nyélem végig. És akkor ilyen 650-700-zal bele lehet menni. Jól emlékszem, de ha megnézzük a top időket egyébként, Q mint top, akkor 665 és ilyesmi, tehát az tudja. Igen, ez egyébként
Egyébként erre van lehetőség, hogy ezt megcsináltok, de egyébként most nézzük meg. Jó, jegyezzük meg 1.256.000, erről most csinálunk így egy print screen-t, ezt tudtam így menni. Ez egy nekifutás volt, és most ezt a videó végére, ezt a speedrap-et nézzük már meg, skacok, mert én szerintem ezen tudunk egyet javítani. Megmutatnám, hogy ezt hogyan lehet úgy csinálni, hogy jó legyen, szerintem. De egyébként akár itt is működhet a dolog. Először is bementek ide a abort, abortoljuk ki. Ami nagyon fontos, hogy nyomtok egy olyat, hogy profil, vehicle, és erre nyomtok egy N betűt, ami most megvan, szóval nem is lényeg, megvan az autó, tehát ez legyen beállítva, illetve ez legyen beállítva, mind a kettő repülőnél is legyen beállítva, meg ennél is legyen az, amit szeretnétek. Jó. Rámegyünk arra, hogy speedtrap, és itt a következőt tudjuk csinálni. Felszállunk a repülővel, megfordulunk. Jó, mert mondjuk ez egy jobb repülő egyébként, és itt nyomunk egy visszaforgást. Nitrót nem nyomjuk el, mert abból lesz a legnagyobb baj. Kicsit megpróbálom beleigazgatni. És hogyha ezt el tudod úgy találni, hogy még előbb esel le, egyébként még előbb, akkor ezen szerintem, főleg ha még váltani is tudsz, akkor nagyon komolyat lehetne rádurrantani. Nem biztos, hogy a 700-at ezen a pályán meg lehet futni, de nagyon nagy sebességgel át lehet ütni ott a célvonalat egyébként. Mondom, a repülőnél is az a baj, hogy jó lenne, ha lenne nitró a repülőbe. De ugye, ha én elnitrózok, akkor a Dragster nem fog tudni nitrózni. Ez a baj vele. Jó, tehát akkor még amit tudok erre javasolni, egyébként gyorsabb repülőt, nagyobb leérkezés, jobb leérkezés, szebb leérkezés, nem tudom, hogy repülőn tudok-e még úgy változtatni esetleg, hogy van-e esetleg, amit gyorsabb, még azt az egyet megnézem, aztán majd live-ba tesztelgetjük. De ez mindenképpen gyorsabb egyébként, ez a repülő, csak ezzel az a bajom, felhúzom, nagyon lassan fordul meg, bár ahogy elnézem, még ez működhet, de nagyon lassan fordul meg. Vissza is kéne tudni vele fordulni, de gyorsabban megy. Tehát az mindenképpen előny, hogy gyorsabban megy, viszont a visszafordítónál nem fogok visszaérni vele a körbe. De ami probléma, ki fog dobni. Igen, hát ez úgy kéne, hogy még egy utolsót rápróbálok, aztán ha nem megy, akkor elengedem, de hogy egyébként ezt javaslom mindenkinek, ezt az aprócska trükköt, mely érdemes vele, hát talán azt mondom, egy kicsit érdemes rászállni az időt, mert egyébként jó lesz. Nem tudom, hogy melyik a leggyorsabb repülő, szerintem amúgy ez, mert szinte ezek nem teszteltem le őket. De mondom, ez mindenképpen jó lehet, csak időbe kell visszaforgatni ezt a gyöngyszemet, mert és még talán az is segíthet, hogyha az égből jöttök le, de hát nem tudom, a szöget el kell kapni. Az oszlop, ami itt van, ezt nézzétek ki, én már fordulok is vissza, be fog csipogni. Így van, de most szerintem vissza fogunk érni. Jó, és akkor mehetünk. Zuhanó repülésbe, hogy jobb a tempónk is. Nem, hát mondom, kísérletezni kell, gyakorolni vele. Lehet vele szépeket menni, nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, ha más, akkor live-ba kiderül, jó? Úgyhogy ezt lehet kihozni egy summitból, picit javítottunk rá egyébként, nem szerintem nem sokat. Azért is fotóztam le, hogy még az az eredmény legyen meg. Gyerekek, ezt lehet kihozni egy summitból egy nekifutásra, és jövő héten kedden megnézzük, hogy az a pontszám, ami nekem van, elég lett volna egy nekifutásra fennmaradni a summitba. Szerintem igen. Úgyhogy gyertek live-ra, segítség kell, elakadtok, bármi nem megy, jöttök, írtok a csetre, kérdeztek, segítünk. Plusz, hogyha ott vagytok, és mondjuk pont azon a pályán megyek, ami neked nem megy, akkor tudsz kérdezni, meg tudom mutatni, hogy várok mindenkit szeretettel, sőt, a PC-n vagytok, még be is tudtok velem jönni. Na, pacsi, mindenkinek szevasztok, jó, lehetek. Lájkolt és nem erüljön feledésbe.